Mindenkit szeretettel. Több mint 600 tagot számlál a Siketek és Nagyothallók EGRI szervezete. Karácsony közelettével minden évben évzáró taggyűlésen értékelik az elmúlt évet. Mint elhangzott, idén is számos fórumon képviseltették magukat a szervezet tagjai. Egerben a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos munkaerőfejlesztési piacon való szerepükről voltak konferenciák, és voltak esélyegyenlőségi konferenciák is, és ezen kívül Eger városának az esélyegyenlőségi programjában való szerepe a szervezetnek. Rázsi Botonda a polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy sérültként is lehet teljes értékű életet élni. Azt mondta, tapasztalatai szerint sok fogyatékkal élő ember változatosabb életvitelt folytat, mint épp társai. Minden napnak célt kell találni. Elhangzott még, hogy az önkormányzattal is szoros az együttműködés. Eger akadálymentesítésének fejlesztésében is segítséget nyújtottak a tagok idén észrevételeikkel.